Továbbra is a hazai élmezőnyben található a Szekszárdi Kajakkenu Klub serdülő korától kezdve hazai bajnoki címeket, Európa-bajnokságot is nyert Nagy Viktória, a maratoni szakág egyik meghatározó hazai utánpótlás versenyzője. Az U23-as korosztályban a közeli napokban lezajlott magyar bajnokságon ugyanis ezüstérmet szerzett. Ahhoz képest, hogy az elmúlt hónapokban, mint elmondta, önmaga legyőzésére is kellett gondot fordítania a szekszárdi kajakkenu SE frontemberének, remek formát árult el az OB-n. Nagyon bánja, hogy ezek után elmarad az ismert okok miatt az idei maraton Európa-bajnokság és világbajnokság is. Az EB szerepléshez szükséges kvalifikációt egyébként megszerezte. A két Viki és Zsófi küzdelméből Tófalvi Viktória került ki ezúttal kis különbséggel győztesnek K1-ben, U23-ban az országos bajnokságon. Egész biztos, továbbra is ez lesz a felállás, hogy a Viki, a Zsófi és én mindenképpen fogunk versenyezni U23-ban. Én a Vikivel már nagyon kis korom óta, gyermek versenyzői korom óta többször versenyzem, és sokszor ugye mondhatom fejfej mellett haladunk. Én azt kell mondanom, hogy nagyon szépen versenyzett, úgyhogy megérdemli az első helyet. Nyilván jobban örültem volna, hogyha ezt fordítva sikerül elérni, de én úgy érzem, hogy igen, a következő években még számíthatunk arra, hogy mi hárman még fogunk egy párszor meccselni. A Nagy Viktória, Céla és Zsófi, Tófalvi Viktória trihó kihívója lehet a női szakágat felnőttben meghatározó magyar világbajnokoknak, a győri Csaj Renátának, vagy éppen az aktuális világelső paksi Kiszli Vandának is. Persze, ha tovább fejlődnek, ami az ő esetükben szinte garantált, akkor az OB-n és a válogató versenyeken a óriási csatákra van kilátás már 2021-ben. A férfi szakágban továbbtanulás és egyéb magánéletbeli okokból eltűntek a korosztályos Európa-bajnokságokon, VB-n is bizonyító topversenyzők a szekszárdi kajakkenu esénél. De lett ezüstérmes versenyzője a klubnak az idén mégis. A roppant szorgalmas, magát újra felépítő, edzés és munkamániás Szekeres Zsolt ugyanis ezüstöt lapátolt össze a Tokajban, az U23-ban lezajlott maratoni OB-n. A célom igazából az volt, hogy a felnőttekkel tudjak maradni minél tovább, ugye mivel 23 vagyok, ezért fiatalabb vagyok náluk, és úgy érzem, hogy ez a terveimhez képest jól sikerült. Kiegyensúlyozottan versenyzett végig, noha az egyik futószakaszt elrontotta a Tiszán és a Bodrogondi zajló versenyen. Elrontottam nem is tudom hányadik futószakaszt, és ott leestem az élmezőnyről, de szerencsére ez nem számított a helyezésembe, és be tudtam érni ugyanúgy második helyen. Evés közben megjött Szekeres Zsolt étvágya, ahogy a mostani legyőzője, ő is szeretné a felnőtt mezőnyt az élvonalat üldözőbe venni. Miközben több maratoni távon versenyzőt megpróbálnak hazai él és nemzetközi szintre felkészíteni a szekszárdiak, a berobbanó serdülő korosztályban már rövid távon is sikerekkel számolnak. Nyilvánvalóan kell edzenünk másik távra is, de elsősorban azért, hogy ez a versenytávjuk, amire most a fókusz van, a maraton, az fejlődjön. Ehhez szükség van azért a rövidebb távokon, gyorsabban kell kajakoznunk. Ezt látom a fejlődésben, de ők biztosan, hogy ennél, úgy néz ki, hogy ennél fognak maradni. Az alacsonyabb csoportok, az alacsonyabb évfolyamú csoportok, azok egyelőre nem választottak még távot, és úgy nézem, hogy elég sokan ügyeskednek ezen a síkvizen, úgyhogy teljesen rá fogunk állni erre is.